A koktélkészítéstől egy idegen nyelvű útiterv összeállításáig szinte mindenhez értenie kell egy turisztikai technikusnak. A nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 2017-ben vezette be új ágazati képzésként ezt a komplex ismereteket nyújtó szakot. A fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum most mintegy 70 millió forintos saját forrásból alakított ki egy úgynevezett turisztikai kabinetet az intézményben. A jól felszerelt tankkonyha mellett többek között két informatikai eszközökkel felszerelt tantermet és egyéb kiszolgáló helységeket is kiépítettek. Helyben biztosítunk lehetőséget a tankkonyhai gyakorlatokra, konkrétan itt, ahol most állunk, ez egy vendégtéri felszolgáló helyként is tud funkcionálni. A bejárathoz egészen közel egy fogadópulttal fogjuk majd úgymond imitálni azt, hogy egy szállodai vendégfogadásnak mi a protokollja. Tehát tulajdonképpen ez egy kis tanszálloda, kis tankonyhával az élet apró örömeit azért idehoztuk el a pincébe, ami egyébként korábban ugye második világháborús emlékmű volt. Az átadó ünnepségen részt vett Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal elnöke, aki elmondta, a szakképzés 4.0 stratégia a korszerű infrastruktúra megteremtésére, a karrier lehetőségek biztosítására és az oktatók szakmai munkájára épít. A szakképzés átalakításának eddigi eredményeit, mint mondta, a számok is alátámasztják. Egyértelműen nőtt a szakképzésben a tanulók száma. A tavalyi évben mindegy 10%-kal emelkedett azoknak a száma, akik a szakképzésbe jöttek. Ez nagy öröm számunkra. Azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy minél több helyre, minél jobban elérjünk, meg tudjuk találni azokat a szülőket, diákokat, akik úgy gondoljuk, hogy szívesen jönnének a szakképzésbe. Nagyon fontos szerintem a szakképzési ösztöndíj, amiről egyre többen hallanak most már. Ugye minden 9-es, 10-es tanulónk ösztöndíjban részesül a szakképző és a technikumi évfolyamon. Nagyon fontos, hogy olyanok jöttek hozzánk, hogy lehet látni, hogy az átlag is emelkedett, tehát a szakképzésben olyan tanulók, különösen a technikumban. Az átadó ünnepségen elhangzott, a turizmus vendéglátás az egyik legnépszerűbb ágazat, amely folyamatosan fejlődik. A térségben pedig szükség van a korszerű ismeretekkel rendelkező turisztikai szakemberekre. A Budai Antal Szakgimnázium és Technikum mindig is úttörő volt abban a tekintetben, hogy új szakképzési modulokat fejlesztett, és a kor kihívásainak megfelelően új képzéseket indított. Nagy szükség van a turisztikai képzésre itt a térségünkben is, mert hogy egy kitörési pontot jelent ez a nyírség számára. Az átadáson elhangzott az is, a meglévő épületrész egyik utolsó fejlesztése volt a turisztikai kabinet kialakítása. A több mint 150 éves nagykállói intézményben a tervek szerint egy olyan több milliárd forint értékű infrastruktúrális fejlesztés kezdődhet, amely nem csak a város, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzésében is mérföldkő lehet.